Köszöntöm a Kölcsi Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Negyedikként zárta a szezont a Kisvárda Mastergood. Bajnokként jutott fel az NB2 Vaszpari. Nyíregyházán edzőtáborozott négy válogatott sportlövő. Szolnoki és nyíregyházi győzelem született a röplabda UGB-n. 6. alkalommal rendezték meg a Michelin Bringa Fesztivált. Győzelemmel búcsúzott a bajnokságtól a Kisvárda Mastergood. Sós Imre együttes 1-0-ás félidő után 2-1-re verte a Szolnokot. A Kisvárda negyedikén zárta a szezont. Engem meglepett a Szolnoknak ez a játéka. Az első félidőben a mérkőzés elején nem is igen találtuk a fogást az ellenfélen. Aztán úgy gondolom, hogy jókor jött a gól, és az egy kicsit megnyugtatta a csapatot. Úgyhogy én úgy gondolom, összességében megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést. Az egész szezont nézzük, lehet azt mondani, hogy a csapat kihozta belőle a maximumot. Természetesen vannak olyan érzések, vannak olyan mérkőzések, amelyek azért fájnak. Ugye ilyen volt a hazai csákvári meccs, vagy említhetném a soroksári idegenbeli mérkőzést. Ha azokat behúzzuk, akkor azért ez egy fényesebb siker is lehetett volna. Most már nyilvánosságra került, hogy máshogy folytatod a pályafutásodat, te hogy értékeled ezt a kisvárdai évedet? Hát először is szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak és Révész Attilának is. Attila nagyon sokat segített a mindennapokban is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy én nagyon jól éreztem magam Kisvárdán. Fájó szívvel megyek el innét, de hát sajnos az élet az ilyen, amikor egy ajtó becsukódik, egy másik kinyílik. A Kisvárdi edző és csapatkapitány is azt mondta, hogy meglepte őket a Szolnok a játékával, sőt Erős Gabi azt mondta, hogy talán rá is szolgáltatok volna egy pont, és jobban játszottatok a második fél időben, igaz, hogy pont nélkül mentek el, de azért gondolom ez elismerés. Hát mindenképpen, mivel egy tét nélküli mérkőzés volt, én azt gondolom, hogy sokkal jobb meccs jött le belőle szerintem, mint ami általában ilyenkor szokott lenni. Tényleg valóban az első fél, második fél évben picit elaludtunk egy beívelésből, egyéni hibákból, sajnos, illetve egy szögletből a második fél elején gólt kaptunk, és onnantól kezdve nagyon nehéz volt ebből visszajönni ebbe a meccsbe, de visszajöttünk. Hát a pontot az íre nem tudtuk föltenni, de azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos itt, és örülök, hogyha az ellenfél is így van vele, az egész szezonunk, a tavaszi szezon, vagy illetve az egész szezon, ugye az ősszel még nem én voltam az edző, erről szólt. Tehát a játékban biztos vagyok benne, a tavasz folyamán léptünk előre, nagyon léptünk előre. Sőt, az első fél időben 3 fiatallal játszottunk, tehát 96-os és 98-as fiú is volt a csapatban. Én azt gondolom, hogy ez nem volt észrevehető. Tehát én azt gondolom, hogy volt, van előrelépés a játékunkban, csak sajnos azt a bizonyos vérszagot nem elég éreztük meg itt a végén, utolszabításban, félpályán lévő szabadrugást le akarunk játszani. Hát ott már nyomást kell gyakorolni, föl kell rúgni, lepattanót felszedni, és akkor kockáztatni itt már, ott már tök mindegy, hogy bocsánat a kifejezés, hogy 2-1 vagy 3-1, és inkább 2-2. De hát sajnos nem sikerült pontot szereznünk. Győzelemmel és Erős Gábor góllal zárult a bajnokság utolsó mérkőzése. Beszéljünk először el a meccsről, nehezebben adta meg magát a Szolnok, mint ahogy vártátok? Az igazság, hogy nagyon hosszú volt ez a szezon, és picit a végére elfáradtunk, én úgy érzem, és meg kell emelni a kalapot a Szolnok előtt, mert a másik fél időben az igazság, hogy jobban játszottak. Talán még, ha úgy mondom, lehet, hogy rászolgáltak volna az egy pontra is, de azt gondolom, hogy ez itt tökéletes befejezés számunkra, úgyhogy ettől a fantasztikus közönségünktől egy győzelemmel tudtunk búcsúzni, és azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres bajnokságon vagyunk túl. Ha a te szemszögedből nézzük ezt a szezont, akkor mennyire vagy elégedett a elmúlt egy esztendővel? Azt hiszem, hogy az ember soha nem lehet elégedett magával, de úgy gondolom, hogy a 19 szerzett gól és emellett még, ha jól tudom, akkor 9 gólpassz is van, tehát nem lehetek elégedetlen, de remélem, hogy a következő szezonban még többször sikerül majd betalálnom. Győzelemmel zárta a szezont a Nyíregyháza Spartacus. Mátyus János együttese hazai pályán 2-1-re verte a 60 csapatát, és bajnokként jutott fel az NB2-be. Voltak nehézségeink, voltak nehezebb időszakaink, de összességében tükrösíme lett a feljutás, illetve a bajnoki cím. Én ezt vállaltam, teljesítettük, nagyon boldog és büszke vagyok. Mi volt a nehezebb, megnyerni a meccseket, vagy pedig tartani végig a tüzet a csapatban, egy olyan csapatban, ami gyakorlatilag profi körülmények között napi két edzésre készült, ugyanúgy, mint az élvonalban? Valóban a kérdés második fele az nehezebb volt. Az nem hiszem, hogy különösebb kérdés lehetett, hogy a legjobb játékosok nálunk vannak, mind védelemben, mind középpályán, mind támadósorban a legjobb futballistájunk a Spalinál voltak, de az is tény, hogy mentálisan 32 meccsen kellett nekem ezzel foglalkoznom,
hogy minden hétvégi találkozóra úgy készítsem a csapatot, hogy toppon legyünk, ez általában sikerült is, és ezért lettünk bajnokok. Akadtak azért vereségek is ebben a bajnokságban, ez minek tudható be annak, hogy minden csapat gyakorlatilag az év meccsét játszott ellenetek, és azért, mint említetted, nem volt egyszerű tűzben tartani végig a csapatot. Ez lehetetlen, ezt mondtam talán az első meccs előtt, még hogy lehetetlen állandóan egyfolytában nyerni egy csapatnak, bajnokságot végignyerni az nem lehetséges. Ez be is igazolódott, nem beszélve arról, hogy tavasz elején volt egy komolyabb kis zavar a klub életében, aztán a Davis szurulán gyorsan rendet tett, és a pályán már akkor megint úgy játszottunk korábban. Azt hiszem, hogy ez futballal jár, nem lehet minden meccsen nyerni, de összességében nem volt kérdés az, hogy ki lesz a bajnok. Ami még pozitívum, hogy egy olyan missziót is betöltött a Szvari, mint korábban a Fradi, tehát olyan helyre vittétek el a minőségi futballt, ahol korábban nem járt a Spartakusz, hogy fogadtak benneteket ezeken a helyeken? Ez egyrészt sokszor kellemetlen volt, hiszen talán nem méltó körülmények között kellett játszanunk, esetlegesen valamelyik kisebb pályán, de a lényeg az nem, azt mondom, az, hogy valóban, amikor elmentünk tájára, vagy hogy is mondjuk ki falusi csapatokhoz, olyan tisztelettel és szeretettel fogadtak minket, hogy tényleg példaértékű volt. Szerintem mi is próbáltunk ennek megfelelően játszani és viselkedni, így magyarul a misszió szerepe az be lett töltve tökéletesen. A bajnoki címet megünnepelték, a szurkolók megünnepelték a csapat, viszont gyakorlatilag néhány héttel a másodosztály rajtja előtt új csapatot kell építeni, hiszen nagyon sokan távoztak. Egyrészt örülök és boldog vagyok, másrészt viszont nyilvánvalóan egy nagyon nagy csalódottság van megint bennem, hiszen most már harmadszorra kell a nulláról építeni a csapatot a Szparinál, hiszen el fog menni a keretünk egy jelentős része, meghatározó játékosaink távoznak, középpályás gyakorlatilag alig maradt a keretben. Nagyon sajnálom őket, sajnálom azt, hogy ez ilyen kiérőszakolt döntés, utána ez az egész így alakult, de bízom benne, hogy mi hamarabb ezen túl tudunk lépni, és egy megfelelő erőső keretet tudunk összehozni. 20 csapatos lesz az NB2, ami azt jelenti, hogy 2x19 forduló, mint a két külön bajnokság lenne, egy nagyon erős bőkeret lesz szükség. Mikor kezditek a felkészülés, és mikorra állhat össze ez a keret? 22-én találkozunk júniusban, orvosvizsgálattal kezdünk, szerdán, másnap pedig már kint leszünk a pályán. Hát, hogy mikorra áll össze a keret, az én lennék a legboldogabb, hogyha már tudnám ezt a kérdésre a választ. Én bízom benne, az első edzésekre már azért látszik az, hogy kivel fogunk dolgozni. Kemény felkészülésünk lesz, nem lesz túlságosan hosszú, nagy részt Nyíregyházán fogunk készülni, abba viszántal fogunk elutazni 10 napra, kifogástalan körülmények közé, majd jövünk vissza és készülünk az első bajnoki mérkőzésre. 3 napon keresztül Nyíregyházán edzőtáborozott a Riói olimpiára készülő sportlövő válogatott 4 tagja. Brazíliában 8 magyar versenyző lép majd lőállásba. Az olimpiá szerint a célkitűzés 3-6 olimpiák óta megszerzése volt, és még ugye a felső számot is sikerült túlszárnyalni, ez mindenképpen siker. A magyar szurkolók érmekben mérik az eredményt, de hát gondolom azért nem mind a 8 versenyző éremes, és mégis milyen esélyekkel utaznak Brazíliába. A célkitűzés az, hogy legyen 2004 után újra érmes sportlövő az olimpián. Ez nem változott attól, hogy a kvóták száma nagyobb lett, sőt, olyan versenyzők szereztek olimpiai kvótát a tapasztalt olimpikonok, öreg olimpikonok mögött, akik fiatal tehetséges sportolók és már korosztályukban szereztek érmeket, illetve világcsúcsot lőtt Péni István például azóta, mióta olimpiai kvótát szerzett, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon erős a csapat. Mekkora konkurencia, milyen erős a konkurencia ebben a sportágban? Ugyanúgy, mint minden más sportágban rendkívül erős, az olimpia a nagy verseny minden sportoló életében. A versenyszámok mindegyikének megvan a saját nehézsége, és mindenhol hatalmas a verseny. Nagyon-nagyon nehéz érmet szerezni, de a sportolóink erre képesek. Mekkora nyomás jelent az, hogy azok a versenyzők, akiknek azért egy normál évben van világbajnokságok, Európa-bajnokságok, világkupáig most egy olyan versenyen lőnek, ahol hibáznak, csak 4 év múlva javíthatnak. Mindenképpen más lélektani helyzet ez. Sportlövészetben 4 évenként van világbajnokság, tehát ez kicsit hasonlít, de azt gondolom, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mire készül, és a nyomás mindenkin ugyanakkor lesz, értem ez alatt az ellenfeleket, és nem csak a magyar versenyzőket, úgyhogy ez kiegyenlítődött. Azt mondják, ma már szinte nehezebb kijutni egy olimpiára, mint hogy jó szerepelni. Te sorozatban a 4.-5. játékodra készülsz. Hogy jött össze ez a mostani riói kvalifikáció, mennyire volt nehéz?
Nehezebb volt, mint a többi, bár lehet, hogy nem lehetne így rangsort állítani köztük, de olyan szempontból mindenképpen az volt, hogy a londoni olimpia után másfél éves kényszerpihenőre szánt a sors, ugyanis a vállammal volt egy komolyabb probléma, ami eddig tartott, mire meggyógyult, úgyhogy egyrészt lemaradtam fontos versenyekről, másrészt tényleg az utolsó, hát ugye sportpisztoly tekintetében utolsó előtti versenyen sikerült megszerezni a kvótát, ami viszont maximálisan kárpótolt azért, hogy ezt egy Európa-bajnoki aranyéremmel sikerült, úgyhogy azért jó emlék, de másképp, mint az eddigiek. Ha fel kell idézni az eddigi három olimpiádat, melyikről mi maradt a legemlékezetesebb momentum? Nyilván a legfrissebb emlék London, és amúgy a legjobb olimpia, én azt gondolom, London volt a három közül. Nyilván ez egy szubjektív vélemény, viszont az összes dolgot egybevéve nekem London volt a legjobb. Atén volt talán még, ami így kiemelkedik, és az, ami ugye az első olimpia volt, egy teljes új világ nyílt meg előttem, és új élmények. Most már azért egészen más szemmel készülök én is, és más szemmel nézek egy olimpiai falut, vagy egy helyszínt, és egészen mások a céljaim, mint akkor. A londoni hatodik hely után mi lehet a reális célkitűzés Rióra, és lehet-e beszélni ebben a sportágban, vagy ebben a számban papírformáról? Én azt gondolom, hogy a papírforma, ahogy az előbb is mondtam, ez szinte teljesen kizárt. Amellett, hogy mondjuk egy-két nevet nyilvánvalóan a nemzetközi mezőnyből azt gondolom, hogy szinte biztosra vehetően mondhatjuk, hogy mondjuk döntőben lesznek, vagy akár a dobogón lesznek, de az én esetemben ugyanarra tudok készülni, mint az eddigi három esetben. A lehető legjobb tudásom szerint fogok versenyezni, és ami talán egy picit újdonság Londonhoz képest, ugye új döntő szabályaink vannak, külön versenyként kell kezelni a döntőt, és ennek megfelelően kell felépíteni olyan taktikát, ami a végeredményben remélhetően majd oda vezet, ahova mindenki szeretne jutni. Második alkalommal rendezitek meg itt a Nyíregyházi Lőtéren a média háború elnevezését. Találkozót esemény, de mielőtt erről szólnánk, beszéljünk arról, hogy mi történt veletek az elmúlt hetekben. Nagyon izgalmas heteken vagyunk túl, hiszen három hete folyamatosan külföldi versenyeken veszünk részt. Először is egy junior világkupán vettünk részt Vareha Attilával, ahol el tudom mondani, hogy nagyon ügyesen szerepelt, hiszen a korosztályával megint egy kategóriával feljebb indult, és egy nagyszerű tapasztalatgyűjtése volt elegendő. Ezek után Ljubljánában mentünk egy ESC döntőre, ahol mondhatom, hogy történelmet írtunk, hiszen magyar pisztolyos csapat még soha nem jutott döntőbe. Vilmos, Attila, illetve a nagy Vivien bekerültek a döntőbe, úgyhogy Bolognába folytathatjuk a versenyt. Ezek után pedig két napja az olimpiai reménységek bajnokságáról tértünk haza, ahol Vilmos a remek szereplésével kivívta, hogy az Európa-bajnokságon részt vehet Tallinnban. Mikor lesz az ebéd? Jövő hét vasárnap indulnak a versenyzőink, és egészen egy héten keresztül fog tartani. Tavaly nagy sikere volt a média háborúnak, most mégis van egy pici változtatás, mi ez? Az idei változtatásunkkal megpróbáltuk egy kicsit népszerűbbé tenni a médiaháborút, mégpedig azzal, hogy minden egyes csapat egy olimpikonnal fog bővülni, és így fognak versenyezni. A győzelmet a Csonka Zsófiával megerősített nyírvévi csapata szerezte meg a Nyíregyházi Városháza együttes előtt. A harmadik helyen a tobai sikeren átás soraiban tudó Kelet-Magyarország szerkesztőségét képviselő csapat végzett. Nyíregyházán rendezték meg az országos röplabda gyermekbajnokság döntőjét. A lányoknál a hazai csapat, a fiúknál pedig a Szolnok diadalmaskodott. Először a fiúk mérkőztek meg az aranyéremért. Az senkit sem lepett meg, hogy a Szolnok ott volt a végjátékban. A csoportkörben 3-0-ra verte a Dabroncot és 3-1-re a Felsővárost. A másik ágon a Dág egyel több szettet engedélyezett ellenfeleinek, a Kecskemétet és a Sümeget is 3-1-re múlták felül. A Szolnok az elődöntőben a Kecskemétet verte 3-1-re, míg a Dág a Dabroncot 3-2-re. Kis Kálmán, a Dág edzője azt mondta, hogy a szerencse döntött a döntőben. Ismertük egymást a Szolnokkal, játszottunk már többször velük, volt, hogy mi nyertünk, volt, hogy ők. Most ők egy kicsit jobban játszottak, úgyhogy nekik jobban kijött a lépés. 14-15 éves gyerekekről beszélünk, úgyhogy itt azért a koncentráción sok múlik. Nekünk nem jött ki annyira a lépés, úgyhogy ez lett előre. A Szolnok edzője végig 1000 fokon égett a pálya szélén, így szugerált a csapatát. Ilyen volt, mikor pontot szereztek. Bodonyi Ákos azt mondta, ő másképp nem tud a pálya szélén viselkedni. Megmondom őszintén, szívvel, lélekkel együtt élek a csapatommal, úgy gondolom, ezt igazán csak így lehet.
együtt élek a játékkal, minden mozdonatával, és így próbálom velük a életerőt, a stabilitást átadni. Ezt a fanatikus hozzáállást átvette a szolnoki csapat is, akik végig extázisban játszottak a döntőben. Nehéz volt a döntő, ezt a meccset azért tudtunk megnyerni, mert nagyon sokat edzünk, és összetartó társaság vagyunk, és a szurkolás, meg a csapat összetartása, ez segített minket idáig el. Én azt vettem észre, hogy a bent a pályán játszók is ugyanúgy olléztak, mint hogyha ti a közönség lettetek volna, ez valami taktika része? Hát ez igen, mert ugye nincs a szurkolótáborunk, ezért magunknak csináljuk. Az utolsó momentumnál a dág adogatott. Másfél óra játék után 3-1-re a Szolnok nyerte meg a fiú döntőt. Hatalmas szívvel és lélekkel tudtunk küzdeni. Véleményem szerint a Dál két játékosra játszotta végig ezt a tornát, illetve a bajnokságot. Nekem több olyan játékosom volt, amelyik egy-egy pontot határozottan meg tudott csinálni. Úgy gondolom, hogy ez volt az, ami eldöntötte a mérkőzés sorsát. Nagy csatának ígérkezett a női döntő is. A Vasas Óbuda simán verte a Kecskemétet, de megszenvedett a Gödöllővel. Ott 3-2-re sikerült győzni, így 5 ponttal kerültek az elődöntőbe, ahol a Felsővárost verték 3-0-ra. A Nyíregyháza a Felsőváros simán 3-0-ra, míg a Békés Csabát 3-1-re múlta felül. A házigazdák az elődöntőben a Gödöllővel harcoltak és 3-2-re győztek. Megismétlődött a tavalyi székesfehérvári döntő. Akkor a Nyíregyháza nyert. Most az első szedben nehezen nyert a Nyíregyháza, a másodikban viszont könnyen. A házigazdák csapatkapitánya azt mondta, a második szed után elbízták magukat, ezért jött össze nehezen a győzelem. Az első szed az igen szoros volt, nagyon örültük, hogy megnyertük, a második szed az elég könnyedén ment. Hát a harmadik szed is szoros volt, mert szerintem azért, mert elbízhattuk magunkat a második szedben, de sikerült azt is nagy küzdelemmel megnyernünk. Kerék Gábor, a Vasas edzője azt mondta, az is csoda volt, hogy a döntőbe bekerültek, de ott már elbizonytalanodtak. Ez a csapat évelején az volt a célja, hogy bejusson a hatos döntőbe, nagyon sokszor leírták talán saját magukat is a lányok. Aztán az, hogy döntőbe kerültek, az azt gondoltam, hogy felszabadít bennük olyan plusz energiát, ami kell egy döntő lejátszásához, de pont fordítva sült el, teljesen begörcsöltek a lányok, és... Ma ennyi jött ki belőlük, nagyon gyengén fogadtunk, és a támadásunk is elég sablonosra sikerült ezáltal. A harmadik szett nagyon izgalmas lett. 5 ponttal is elhúzott a Vasas, de a végjátékban 21-20-ra már átvette a vezetést a Nyíregyháza. 24-22-nél azonban rontottak, így kapott egy esélyt a Vasas. A fővárosiak vezettek 25-24-re, amikor megrázta magát a házigazda. A végső pontot a csapatkapitány Szilágyi Csenge ütötte. A Nyíregyháza edzője Moravszki Gyuláné a csapatmunkában látta győzelmük okát, de azért néhány játékosát és a frenetikusan szurkoló szülőket is kiemelte. Messze menőleg kiemelkedő volt a Szilágyi Csenge, mint Feladó, Szabó Lili, elsőütő, Tamás Adél. Mindenki hozzátette azt a pluszt, ami szükséges volt, akár a Molnár Petra, akár a Zsófi. Tehát azt gondolom, hogy ez igazából csapatmunka, de ahhoz, hogy ilyen arányban egy Vasas ellen így tudjunk nyerni, hogy 3-0-ra, azért kellettek kiemelkedő teljesítmények is, és azért itt a Csenger, Lili, Adél, ez itt nagyon helytáltak. Azt gondolom, hogy az is hiányzott Vasasból, hogy, illetve nem is a Vasast értékelném, hanem magunkat, hogy mi talán sokkal jobban akartunk, mint ők. És azt gondolom, hogy gratulálnom kell a csapatnak, hogy minden technikai elemnek megfeleltek ezen a bajnoki döntőn, és minden tiszteletem az övék és a szüleiké, akik ilyen lelkesen végig szurkolták a döntőt és a 3 napot. A 3 napos bajnoki döntő végeredménye a fiúknál 6. helyen a Sümeg végzett, 5. lett a Felsőváros,
negyedik a Dabronc, bronzérmes lett a Kecskemét, második a döntőben alul maradt Dág, míg első a Szolnok. A lányoknál hatodik lett a Békés Csaba, ötödik a Kecskemét, negyedik pedig a Felsőváros. A bronzérmeket a gödöllői lányok nyakába akasztották, második lett a Vasas Óbuda, míg a bajnoki aranyat idén is a Nyíregyháza szerezte meg. Nyíregyháza! Sportcentrum! Június 4-én 6. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Michelin Bringa Fesztivált. Az egésznapos program során közel 2000-en szálltak nyeregbe. Pénteken még felhőszakadás zúdult a városra, de a szervezők imái meghallgatásra találtak, így szombaton már napsütés várta a résztvevőket. A megyeszékhely polgármestere szerint a városlakók már beépítették nyár elejé programjaik közé a Bringa Fesztivált. Nagyon sikeres, népszerű a rendezvény, én azt gondolom már hetek óta most is várták, főleg a gyerekek. Nagyon örülök, hogy a Michelin ilyen színvonalas rendezvényt most már 6-szor rendez Nyíregyházán. Egyébként ez a rendezvény színvonala semmivel sem rosszabb, mint amit Franciaországban csinálnak. És fontos az üzenet is, a hajtsa biztonságra, a közlekedés biztonság. Tehát a Michelinnek amellett egyik legnagyobb foglalkoztató és adófizető a városba, a társadalmi felelősségvállalása is példaértékű, hiszen minden évben óvodák, iskolák játszótereinek a biztonságosabbá tételében is számíthatunk rájuk, úgyhogy én azt remélem, ma is minden adott arra, hogy sikeres legyen a rendezvény. Fontos a közlekedésbiztonság kerékpárosoknál, mert ugye egyre nő a kerékpárutak távolsága, hossza, eddig 54,6 km van Nyíregyházán, de már megkezdtünk 9 km újabb kerékpárút építésének az előkészítését, és a baleseti statisztikában sajnos megjelenik az, hogy több kerékpárot van és több kerékpáros, azt szeretnénk, ha nem lenne baleset kerékpárosoknál sem. A szervezők szerint is azt mutatják az eddigi tapasztalatok, hogy a nyíregyháziak szívesen pattannak a kerékpárnyergébe. Nagyon jó a tapasztalatok, 5 fesztiválon vagyunk túl, 5 fesztiválon összesen 12 000 ember vett részt, és évente olyan 16 000 kilométert tekerünk, tehát 5 év alatt már letekertünk kb. 80 000 kilométert együtt. Milyenek a tapasztalatok, mennyire épült be a nyíregyháziak életébe ez a rendezvény? Azt gondolom, hogy beépül, látva a jelentkezéseknek a számát, látva azt, hogy az emberek milyen hamar elkezdenek regisztrálni. Azt gondolom, hogy várják az emberek, tudják, hogy ez van, és számítanak rá, úgy érzem. Mennyiben másabb, egyáltalán másabb ez a mostani rendezvény, mint az előző 5? Másabb, nagyobb a helyszín, most nem csak a Kossuth téren vagyunk, hanem a Hősök terén is, egyszerűen azért, mert annyi mindent hoztunk, hogy már nem fértünk el itt, és a hangsúlya sokkal nagyobb ebben az évben, mint a korábbi években a közlekedésnek a biztonságán, és elsősorban a gyerekeknek a közlekedés biztonságán. A Michelin egyébként mennyire sportos cég, gondolok itt arra, hogy járnak-e, dolgozik kerékpárral, dolgozók meg szervezek ezen napon kívül más sportos rendezvényeket. Azon, hogy sportosak vagyunk, igen, nyáron rengetegen járnak kerékpárral, télen kicsit kevesebb, de még télen is járnak emberek kerékpárral. Vannak öntevékenyen szerveződő sportklubjaink, és részt veszünk néhány olyan városi eseményben, amit nem mi szervezünk, nagyon szívesen sportolunk rajtuk. És mennyire jár elő jól például a cég nyíregyházi vezetője? Kerékpározok, és ott vagyok minden rendezvényen, ha nem is mindig a pályán, de legalább a szurkolók között. Ez a hatodik, mint említettük, minden bizonyal lesz akkor folytatás is. De azt szeretnénk, hogy legyen, igen, azt gondoljuk, hogy lesz is folytatás. Azt, hogy pontosan milyen formában, milyen tartalom, azt pedig majd jövő ilyenkor meglátjuk. Miközben a kicsik a szimulátorokban tekerték a kormányt, vagy versenyeztek a minipályán, a színpadon csinos aerobikos lányok igyekeztek megmozgatni a közönséget. Mivel a közlekedés biztonság volt a rendezvény középpontjában, a szervezők lehetőséget biztosítottak arra, hogy az érdeklődők megtapasztalhassák azt, milyen érzés lehet kissebességgel nekiütközni valaminek. Egy olyan biztonsági bemutató eszköz, amelyben egy ilyen lejtőn leengedjük a szerkezetet, ugye benne ül az ember, és ahogy be van kapcsolva a biztonsági öv, lenne az ütközés pillanatában, érzi, hogy ez az öv mennyit fogott. Na most, ha minden rendben van, és a gondolatok is, akkor ő azt éli meg, hogy ó, hát tényleg ilyen pici, 12, körülbelül 14 maximum a sebesség. Ebben is mennyit fog az öv, akkor 30-nál, 50-nél, 90-nél biztos, hogy nagyon be kell kapcsolni az övet, mert csak az
védi meg a testet. 10-12 kilométeres sebességet mondtál, ez még gondolom abszolút biztonságos. Mi az a határ, ahol már nem lenne biztonságos? Ennyire számot mondani nem könnyű, hiszen a testalkat, az izomzat, a tényleg éppen melyik irányból kapja az ütést, az jármű, tehát ez elég összetett. Az biztos, hogy ki kell mondani, de sebességet nem fog, de ki kell azt mondani, hogy van olyan sebesség határ, amely fölött már igaziból az öv használata mellett is a belső szervek sérülése, a bizonyos izomzat teljes szakadása, tehát az a helyzet, hogy természetesen léteznek ezek a sebességek, de az általános autós használatban alkalmazottak mellett igenis a biztonsági a véd. Gondolom, nagyon sok rendezvényen megfordultok ezzel a szerkezettel, mennyire népszerű az érdeklődő körében. Változó. Ahol mindenképpen olyan a közeg, hogy mindenki támogatja ezt, magyarul a közlekedés biztonság a fő vonulat, ott mindenképpen érzik az emberek, hogy itt van egy eszköz és érdemes. Ahol csak egy olyan kiegészítő, és ott kevésbé, mi pedig az erőszakosságnak nem vagyunk híve, pedig milyen jó lenne, ha itt tapasztalnák meg, és nem ütközés közben. Közben egyre több kerékpáros gyűlt össze a Vidám kerekezés rajtjánál, ahonnan közel 2000-en vágtak neki a Sóstóig tartó, oda-vissza mintegy 10 kilométeres távnak. A mezőnyben ott voltak a Nyírség kerékpáros esebringásai is. Azért jöttünk csak el, hogy megmutassuk magunkat, hogy létezünk. Délelőtt mi a srácokkal megcsináltuk ugye a napi kvótát, egy 80 kilométeres edzést, és most elgurultunk. Hát örömmel láttam, hogy rengetegen indultak, viszont sajnálattal láttam, hogy az a 60 kilométeres táv, ami ugye a tokai táv az nem volt, nagyon sok lelkes bringás, viszont nem jött el. Mit lehet tudni az eddigi időszakotokról az idei évben? Március elején kezdtük a szezont, gyakorlatilag azóta minden hétvégén versenyzünk. Van egy elég komoly kis utánpótlás csapat. Van a Kertész Kevin, aki U17 válogatottban van, ő gyakorlatilag idén már két nemzetközi versenyen megmérettette magát, és jól tekert. Illetve van egy első-másodéves felnőttekből álló csapat, akivel ugye járunk rendszeresen portyázgatni, és szinte minden versenyről hozunk el érmeket, illetve van, amikor az aranyat. Az elmúlt években több kisebb-nagyobb, sőt nemzetközi versenyt is szervezhetek. Az idén mi a helyzet? Az idén sajnos egy rajtunk kívülálló okból nem tudunk nemzetközi versenyt rendezni, viszont az éves taggyűlésen télen kitaláltuk, hogy elindítunk egy olyan hagyományt, amivel rendeznénk egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokságot. Ugye minden sportágban létezik megyei bajnokság, így az országúti kerékpárban is megvan a helye. Ennek a versenynek a lepontosítása a héten történt, Vásáros Naményban lenne, egy forgalomtól teljesen elzárt területen, egy gáton lenne körözés, 6 korcsoportba hirdetnénk megyei bajnokot, a serdülő fiúk, junior férfi, felnőtt férfi, master férfi, illetve a junior lány és a felnőtt nő korcsoportokba lenne meg. Két távon, 41, illetve 70 kilométeren lenne meg a versengés. Gyakorlatilag mindenkit szeretettel várunk. Ennek a versenynek az időpontja július 3-a lesz, Vásárosnemény, de a csapatnak a Facebook oldalán, illetve plakáton is mellé elérhető lesz a versenykiírás, illetve a nevezési feltételek. Akik pedig mégis versenyezni szerettek volna, megtehették, kipróbálva a kerékpár sport újraélesztett változatát, a Gold Sprintet. 3, 2, 1, sprint! Ez tulajdonképpen egy réges-régi dolog felélesztése, mert ugye a 20-as években, amikor már kerékpársport franciáknál, olaszoknál nagyon ment, télen ugye nem volt mit csinálni, nem volt tévé, nem volt rádió, és akkor ezeket ilyen kocsmákba, éttermekbe ugyanolyan nagy profi versenyzők jöttek, és nagy fogadások voltak.
nyilván mechanikus masinával bovdenekkel hajtottak meg ilyen mutatókat. Tehát ez egy élő sportág volt, aztán mivel lett a tévéközvetítés, stb. Ez megszűnt, és most így a futárok, egyébként a bringás futárok élesztették, így újra építgetjük így a gépeket, mi is kezdetben mechanikussal, most már ilyen szoftveres verzióval, amitől ez nagyon jó, hogy mindenki kipróbálhatja magát, egy aktívan részt vett ebbe a dologba. Nem csak megnézhet egy ilyen bomba jó bringát, fölülhet, megnézhet, hogy mennyit teker 500 méteren, ugyanis az a szabály, hogy 500 métert kell tekerni azonos áttételű bringákon, nyilván lehetnek különbségek. Nem ez a lényeg, itt a játék a lényeg, ez nem egy UCI sport. Mennyire népszerű itt ez a dolog a mai napon? Ez a családi, a négyeset, tehát a két nagyből a két kis, ezt nem visszük olyan sűrűn, de nagyon-nagyon, ez aztán igazán megdobja azt. Szerintem ma olyan 160-180 között volt a résztvevők száma, amiből szerintem simán 60-an azért ültek föl, mert felültek a gyerkők is. Tehát szoktuk mi ezt csinálni esti mulatságban, kocsmákban, sportrendezvényeken, gyereknapon. Ez a négyes, ez ritkán megy, de ez a legjobb. A családi a legjobb, mert fölül az apa is, fölül anya, fölülnek a kölykök, és bomba. A nap végén pedig a hagyományokhoz híven gazdára találtak az ajándékok. A legjobban természetesen a kerékpároknak örültek a szerencsés nyertesek. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.